Nagy népszerűségnek örvend a vadiúj, Kalocsai Kiskalosz kikötő névre keresztelt Vidacs utcai játszótér. A kicsik a hivatalos átadón próbálhatták ki először a korszerűsített közösségi teret. A 40 millió forintos beruházást a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Valósította meg pályázati forrásból. A játszótér egy 200 millió forintos fejlesztési program első megvalósult projektje. Egy nagyon szép nap a mai, hiszen egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk nem csak Kalocsa város életében, hanem a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Életébe is, ami azt gondolom, hogy egy jól látható jele annak, hogy ez a cég ez valójában jó stratégiai partnere az itt élő embereknek és magának a városnak. Azt kell látni azért összességében, hogy Kalocsán nagyon-nagyon rossz állapotban van, szinte kivétel nélkül. Egy-két játszótér kivételével mondhatjuk azt, hogy nagyon rossz állapotban vannak a játszóterek. Csak Kalocsai Innovációs Központ, amikor ezt a problémát meghallotta, akkor munkára jelentkezett, és úgy gondoltuk, hogy igenis fogunk támogatást szerezni ahhoz, hogy megvalósíthassunk itt egy ilyen multifunkciós, sokszínű játszóteret. Úgyhogy itt a mai napon felújítottuk ezt a teret, láthatják mögöttem, hogy új elemek kerültek kihelyezésre, egy nagy játékhajó, több rugós játék, bicikliszervizpont, több hinta homokozóval és közterületi kukák is kerültek kihelyezésre, valamint csináltunk egy ilyen kerti grillt, egy sütődét, ilyen kis kerti fedett kiülőkkel, ahol jól fogják tudni magukat érezni a gyermekek és a családok. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy egy nagyon szép nap a mai, hiszen évtizedek óta rossz állapotban vannak Kalocsán a játszóterek, és itt ebben a gyönyörű parkban úgy tudott megújulni, hogy a város támogatása, anyagi támogatása nélkül, csak elvi támogatás kellett ehhez. Ugye azt az ígéretet tettük, hogy amire elkezdődik az iskola, addig átadjuk ezt a játszóteret. Most hál' Istennek augusztus 26-a van, úgyhogy határidő előtt be tudtuk fejezni, és át tudtuk adni ezt a teret. Úgy, hogy még ma reggel a munkatársaimmal közösen a kerti kis kiülőket a kamionról vettük le kézi erővel, nem tudtuk megvágni a rakodógépet, úgyhogy összefogtunk itt a nagyon szimbolikus és jó érzés volt, hogy itt tényleg az apukák, képviselőurak összejöttek, meg mi is, és kézi erővel gyakorlatilag ezeket a többmázsás eszközöket levettük. Ez is jól szimbolizálja azt, hogy itt közösségben és egységben lehet együtt gondolkodni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy szép nap. Kívánom, hogy jó erőben, egészségben használják ezt a játszóteret. A tervek szerint összesen 5 játszóteret korszerűsítenek Kalocsán, mondja Filvik Géza polgármester. Hosszú évekig nem volt Kalocsán játszótérfejlesztés, és az idei gyereknapon ismertettem, hogy ugye egy 200 millió forintos játszótérfejlesztési programba fog Kalocsai önkormányzat, és ez a mostani játszótér, ez az első állomása, amely a Kiskalóz játszótér nevet kapta itt a Vidacs utcában. Egy régi elkopott játszótér volt, itt teljesen megújult, ez a közösségi tér, úgyhogy egy nagyon komoly játszótéri elemekkel, és hát itt a nagy érdeklődés is mutatja azt, hogy milyen nagy igény van Kalocsán a további játszótérfejlesztésekre. Ez jó visszaigazolás, úgyhogy ennek vagyunk itt ma az átadó ünnepségén. Elkészült ugye a beruházás, az engedélyeztetés is, és innentől kezdve használhatják a gyerkőcök, illetve a felnőttek is. Ez egy 40 millió forintos beruházás. Egyre inkább van rá igény, és nyilván ebbe a virtuális világba, hogy kezdünk elmenni, de egyre több ember azt mondja, hogy az nem annyira komfortos, és a személyes kapcsolatokat, és én is ennek vagyok a híve, hogy a személyes kapcsolatokat is erősítsük. Úgyhogy erre van igény, Kalocsán nagyon jó civil szervezetek vannak, sok sportegyesület, sok jó közösség, ők is ezeket tudják mind használni.